Halló, halló, szevasztok, srácok, hello, stream, itt vagyunk, és pörög tovább. A Layers of Fear horror game. Na, itt belőttem. Gyerekek, szétcsíptek a szúnyogok. Megőrlök. Na mindegy. Üdv újra mindenkinek, szevasztok, szevasztok. Indulhat a mókásokat, hát ez annyira nem lesz kacagás. Na, fantasztikus horror. Let's do it. Na, jó volt ez a Zonly app. Tetszett nagyon. Kicsit kezdek már egy visszanyugodni üzemi hőfokra. Ez nem szúnyog, ami ugrál. Kap be. Na, gyerünk. Lássuk a medvét. What? Nagy nehezen, de beletuszkoltam. Ugye baktérium? Hát igen. Your mental health matters. Kösz. Continue story. Ez az. Igen, és itt hagytuk a... Na, én ezt most ebben másodpercben halkítottam lejjebb. Tehát ugye annyit tudunk a dolgokról, hogy van az a festő faszi, aki... Hát nem tudjuk milyen indítatásból, de elkezdett emberi testrészeket használni a festéshez. Minden megváltozott, megszületett a kislány. És a jutalom a legtöbb klisé vonalért, azt én kapom. Ez mondjuk valószínűleg azt jelenti. I'm here. For a place belonging to a posh ass agency. This is weird. If they wanted to have a decor that corresponds with story, they succeeded. Ugye ez valószínű valami előző írónak lehet itt az az írása. Ugye, mintha valami kísérletre része lenne, hogy ebben a világítatoronyban kell megírniuk a horror írományukat. I heard a strange noise when I was about to start writing. But it turned out that it were only rats, I think. Ugye hallott hangokat, azt kiderült, hogy patkányok. Aztán hát kiderült, hogy mégse. Oké. Na, ennyit a világításról. Remek. Na, bazd meg. Most ki kapog? A kurva anyád. Már itt van valami. Don't ride city buses. This is your chance to end segregation. Children change every... Reach for your own experience. I know what it is to be a parent. What changes with a child? Jó, ezek ilyen hirdetések voltak. Festőnek kellett pár segítő kéz. Jó. Yeah. Hát most nem rossz bóra ez a... Hogy ez a nyárba nézel ki már megint? Mi ez a két vámpír fog? A buddy. We had an agreement, a deadline that you prolonged for the third time. Ugye volt egy megegyezésünk, egy határidő, amit harmadszóra hosszabbítottál meg. Ha nem akarod befejezni a vizét, akkor valaki más majd befogja a művedet. Na, egyik izgalomból. I have your truth. What the fuck? Az anyádat azt. Itt is van. Come on! What happened to you when your daughter was born? Tell me! Mert elmondom én neked. Ez a képrő volt a nénye? Úristen, de csúnya vagy, bazd meg! Telefon. Deleko. 642. 2. 64-22. Hello? Oh, thank God. It's me. Mama?
something happen? Na már megint fölhívtuk a fiunkat. Don't know. I don't feel good. I don't like this place. What do you mean you don't feel good? Do you need a doctor? No. Yes. It's dark in here. I'm scared. Mom, it's night. I think you just had a bad dream. Everything will be okay. Fiú mutat, hogy csak rosszat álmodtunk, és hogy minden jó lesz reggelre. Tudja, hogy nagyon magányosan érezzük itt magunkat, tehát mi akartunk idejönni. You don't understand. It's dark. It's awful, and I can't write. Sötét van, undorító hely, és nem tudok írni semmit, mert minden pislákol. Ó, bazd meg. De van ennyit a telefonra, akkor megyünk legondolom a pincébe. Generátort belibbenteni. Fuck! Now that's no way to greet your muse. What your surprise. Creation isn't pretty. Oh, I'm a... You pushed a human being into the world, and now you need to do the same with a book. I'm here to help you with that. Szóval, hogy világra szültünk egy gyereket, most ugyanezt kéne csinálnunk egy könyvvel, tehát és itt a horror részben segít nekünk ez a pocok. How? She asks. The same way I helped the painter, the musician, and the actor. Remek. All you have to do is choose. Your voice will be heard. It won't. It never is. Ah, még nem jó valami. Várjál, még lehet, hogy most kell mennünk a festményhez. Na, bazd meg az anyád. Jaj, de undorító vagy, bazd meg. Úr, itt vagyok. And now, with my help, it's possible. Do you choose to use it? Nem. No. Say it. No. I do. I choose your help. Ez hülye, bazd meg. Then it is done. Mehetek. Kurva gyár. Hello? Oh, thank God you're okay. What happened? What do you mean? You were scared. A már lehet, hogy már most kaptunk egy kis dózist így a manipulációból. That's nothing. The generator died. It's fine now. Remek. Józsó, köszi szépen a követést. Szia. Okay. I guess that's good. Harci gép, jó napot kívánunk. Hello, hello. I'm worried. I'm good. Yeah, fucking good. But... I'm good, son. It's as you said. I'm exactly in the place I wanted to be. Ugye hát ugye elérte a démon, yes, vagy mi a pöcsöm ez, azt, amire mindig operálnak, így a játékokban, meg a filmekben is ezek a gonosz zék, entitások, azt, hogy arra hatott, amire vágyunk. Tehát arra, hogy végre írjunk egy jó könyvet. Azt mondta, segít. Moths, drawn to the fire between them. Robi! Jó napot kívánunk! Köszi a raidet, apikám! Mi a helyzet? Mivel tótad? Képzeld, végig tótam, az Oli Apot lemaradtá. Jó kis izéri ugrálásokról. Véget ért a gome. Neked hogy ment? Oké, okay, back in business. Ja, hát már nem is emlékszem, hogy ilyen csúnya volt ez. Na ugye az utolsó izé az ez volt. A vér. Igen. Hát ez kurva jó lesz. Kedvesem, hallasz engem? Get your shit together. Jaj, ez egyre undorítóbb lesz. Bioshock Infinite. És hogy ment? Az kurva jó volt az a game. Iszonyat látványos az a játék. Gyerekek, csekkoljátok a Robinak a csatját, ő is szokott streamelni. Ő is legnehezebb fokozaton játszik mindent. Úgyhogy nézzétek. Azt mondja, ez is egy ilyen házassági tanácsok című kiadvány, és hogy a gyerekek a házasságba. Igen, a mindennapi csoda, a szülői nevelés. Fasza. Ez remek. Lehet, hogy akkor kezdődtek itt a gondok, amikor megszületett a kölök? Nem mondom. Jaj, bazd meg a lámpás szobádat. Kiállokkoltad? Az fasza. Sometimes.
You must be in the dark. Balra megyünk. Ez nem lehet kérdés. Only bal. De akkor nyilván nem. Akkor elmegyek jobbra. Megint balra. Kedves játék. És kedved lesz ívni. Visszamegyek. Ahhoz mit szólsz? Haló. Most bészopadsz. Mert van nekem gyutacsom, nem? Mivel kellett azt előhozni? Haha! Ne röhögjél, bassz meg. Mutatja a helyes utat. De Ganda a fénye, bassz meg a Móriába. De tökéletesen én is ugyanezt csináltam egyébként. Anyádat? Hehe. Visszamegyek. Delirius? Drunk? Hopeless. Önértékelési problémák sokasága van itt. Mi a faszom? Hello. Jaj. Ne. She has to be perfect. There is. Why pink? Aha. Itt van ez. Let her be herself. Ja igen, mert ugye az anyja azt mondta, hogy hagyja érvényesülni a gyereket, és az apja meg igen erőteljesen bele akart szólni, gondolom, hogy mindenbe, hogy mit csinál. Hogy tökéletes legyen. What the fuck? Az ott fáj? Szerintem... God, I am... De menjünk ide! Ez kúr engem? Ez kúr el? Úristen! Na bazd meg. Vagy találtunk papírt. Hát elég undorító lett itt a gyereknek a izéje. Gondolom, hogy az is... Hát nem tudom, bazd meg. Elbaszott egy mutatvány ez. Ez még mindig be van zárva ez a szoba. Ez virágos ajtós. Ja, annak ellenére, hogy még nem születtél meg, már érzem a jelenlétedet, ez egészen egyszerűen elképesztő. Nem tudom elhinni, hogy mennyire szerencsés vagyok. Egy évvel ezelőtt ilyen tehetséges voltam és tele ambícióval, és most minden esély ellenére, hogy megvan a karrierem és egy szerető férjem, és te is. Soha nem voltam vallásos személy. De hogy amit mások egy ilyen szertartásban találtak meg, azt én mindig a művészetben találtam meg. De most már elhiszem, hogy valami magasabb erő tekint rám folyamatosan, és egyszer azt mondtad, hogy soha nem leszek sikeres zenész. De most, hogy koncerteket adok, és már vannak nagy eredményeim az országban, azt is mondták, hogy nehéz személyiségem van, és hogy soha nem fogom megtalálni a lelki társamat, és na, talált ki, mi történt? Egy doktor, aki egyszer azt mondta nekem, hogy soha nem lesz gyerekem, és mégis itt vagy velem, bennem. Tehát, hogy gyakorlatilag mindennek ellenére, hogy a karrier, szerelem és gyerek is mind a háromban azt mondták neki, hogy nem fog sikerülni neki, és mégis mind a három az sikeresen lezajlott, azt nézzed, mi történt vele, szellem lett, Peribin! Jó van, nevetgéljé, azaz! Na ezt utálom a horrorokban a legjobban, amikor gyerek nevetgél. Hát ez az... As for your question, my sister tells me that Anne Blackwood is an extraordinary child mind. Micsoda? From what I saw, she deserves such praise. James Sadler.
Azt mondja a nővérem, hogy Anne Blackwood egy különleges childminder, ilyen gyerek pszichológus, vagy ilyen gyereknevelő. Lehet, hogy dada, szimplán. Tudom, ez a childminder, ez milyen faszom. Na jó, va! Kezdődik, Mónika. Sírdogály. Meg fog baszni valami. Csak vicceltem. Mi a fasz? Megűnnek a patkányok is a Mónika előbe ezek. Kurva vagy, büdös! Büdös vagy! Bocsánat. Na. Mi a réparetek? Hát jó, ezt nem nagyon tudom húzogatni. Úgy. Mindjárt majd pillanat. Húzzuk meg. Csak működjön a balegér gomb. Az Isten megveri. Talking behind our backs, hátunk mögött beszélnek. Hú, bazd meg. Szírdogáltunk, drágaság. Ez a kocska. Oh, mamma mia. E da como si esta? Milyen beteg. A legtöbb babát ki kellett vinnem a szobájából, már szinte nevetséges volt. Nem lehet mindig csak ajándékokkal elhalmozni, amikor rosszul érzed magad. Hogy bűnösnek érzed magad. Szüksége van az apjára, nem csak megint egy ilyen elterelésre. Tehát az apja leszarta a gyereket elég csúnyán. That's what I call kellemetlen. He. What? Jaj, mert meghalt a... Oh. Jézus Isten. Irka, firka, tapirka. Ebbi baj lesz, Móni. Who are you even playing with? Kivel játszol te egyáltalán? Arra nem megyünk. Ezt megnézzük ma. Oké, zsákot szívül.
ide oldalt választanod. Lul. Poker, bassz meg. What? Ja, ez az, hogy elviszünk so kettőt, ugye? Majd, ja nem, ő viszel kettőt, ez csodálatos. De így most tovább megy? Nem, akkor ez rip. You beat me again. Sometimes I wonder why I even bother. My little bird loved this game. Okay. My whispers long forgotten. 42 whispers. Do you stand to win? Okay. Hát igen, tehát az apja így elég ilyen ezért csinált belőle. Ilyen szabálykövető. Ez a tipik faszkodás. Na, megint itt vagyunk. I need some peace and quiet to work. Is that too much to ask? This house is not a playground. Mi a büdös fasz? Igen, tehát ugye a gyereket nem engedte játszani, és folyamatosan lebaszta minden. De két éves a gyereke, teljesen normális, hogy még nem beszél. Nem adod a hibája, és az, hogy erőlteted a mentális dolgokat a gyerekkel, az nem egy jó ötlet az Isten szerelmére. Ezek a hangok, ez meg amik itt vannak. Ez kibaszott kabaré. Ja. Jajjaj. Jajjaj. It's happening. You like it, my little bird? Okay, we'll buy it. Tetszik, angyalom? Oké, megvesszük. Jól fog kinézni a tűzhely fölött, nem? Mhm. That's what he said. Oh, fucking Dolce. Jaj. I know she adores that toy, but tudom, hogy imádja ezt a játékot, de hát nem is tudom. Valami nagyon nyugtalanító. Maybe it's the way she plays with it. Talán így játszik vele. Nem egy boldog gyerek. Ez látszódik, amikor néha játszik. Ez összetörik a szívem. Ez jó, hogy nem láttuk. Amakkos mindent. Akkor is benézek ide, bazd meg. Én kiszenyítom, hát itt nem, loot nem marad szárazon. És mi van, ha visszamegyek? Ja. Hm. Ajjaj. Vadul a környezet. Sajnos. Hm, nézd meg, hogy szopatagom-e. Hopp! Na most ott is van valami. Ó, oh, egy papír. Hiha. What? Jaj, ne. Mi van? Gyertya. Oh. Ne. Ne. I'm sorry. Kibaszott beteg gémet. Hát ez mondjuk itt baj. Démon. Cutting your hair doesn't hurt, Birdie. Levágt a haját. Ad... Yes! Na, várj, itt most megint... Mik ezek a... Jesus! Már eljövünk erre, hát ha zsák utca. Hm, nem. Ne pislákolj! Nagyon sok út van megint, bazd meg. Jó. Csak kettő. Akkor bejövünk ide, megnézzük itt mi van. Zárva. Jó hír. Akkor csak egy út van. I need a bro- Hey, in regards to your previous letter, az előző levélre visszatérve biztos vagyok benne, hogy nem kell aggódnia. A nők hajlamosak külön ilyen furcsán viselkedni, hogyha gyerekük van, a hormonok.
I remember Valerie got the blues real bad. Amikor nekünk volt az első, akkor emlékszem, hogy Valeria teljesen megbúlt őrülve. Megkérdeztem, hogy mit szeretne ebéd, vagy vacsó, vagy ja, ebédre, és egyszerűen elsírta magát. Csak legyél ott mellette, és minden rendben lesz. Tudom, hogy megígértem, hogy nem sértünk el semmit. Azt mondja, élvezd a jól megérdemelt szabadságodat, és csak hogy tud. Kaptam telefonokat. Micsoda? The yin-yang emissions. Jó, mindegy, ez annyira nem, ezt nem értem teljesen. És még mindig ilyen menőnek számít az, barátom. Talán addig kéne ütni a vasat, amíg még meleg. De természetesen a család jön először, ja, tehát ez egy munkához kapcsolódó izé volt, hogy nincs mi aggódnunk. Jesus! Anya, gyerek, napsütés, apa fest, és véresen át van húzva a feje. Hát ez remek. Jó, itt vajat grabó hozzá. Jó kis lazánya. Ez hogy került ide? Ez nem jó játék neki. Ejj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 
baj lesz. Látom, érzem. Melyik álmot üldözzem? Hát semmelyiket. Az őt házat. Az őt házat, meg a napocskát, meg a fákat. Mi a faszom volt ez? Megyünk arra, merre nem, nem, tűz, nem. Így zöld házikók, ez az. De várj, ez egy loop. Ez megint egy loop, itt lesz a piros. Én akkor is erre jövök. Ez az, így. Úgy, úgy. Szép zöld fák. Napsütés. Ott már ajtó van, de leszarom. Erre jövök. Ez az. A kurva életbe. Mónika. Mi a faszom? Mi van? Megúr meg léci. Ott sírdogál a pocok. Istenem. És ott szomorú. Gun. Jézus! Az meg pedig erre, hogy fő voltam készülve. De úgy sikerült. Na, itt van valami. Ez viccesnek tűnik. Ó, bazd meg. Oké. If she really endangered your child, then yes, it is reasonable to let go of. I should have let her express herself. Ja, és itt már azt írta a faszi, hogy hogy hagyni kellett volna érvényesülni. Nem, nem, nincs több esély, nincs több. Jajjaj. Jajj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 
Hát most nem tudom, mi lenne a jó megoldás. Mind a három szoba elég parának tűnik. Már csak itt van egy levélvesz, félvesszük. Uh-huh. Már ott a démon. Mit lehetne még találni itt? Várj, hát ezek zsákutcák. Oké, ez zárva van. Oké, még bekukkantunk. Jó. Fucking hell.
Admiram, bazme. Nem maradok egyedül ma, nem. Cső, betyárul, Hali. Miért csinálod ezt? Na, már csak az hiányzott. Jó, ne! Nézzünk bele, mi baj lehet. Earlier today, a typical quiet and peaceful a szerelemből őr lett. Scene straight out of a crime drama as social services elrabolta a saját lányát. Descended upon the residence of a once famous painter and a recent widower. Apparently the man had broken into a children's care center. Lehet, hogy akkor nem is látok mindent Trivandon, mert ezt észre sem vettem például. Nem is baj. Our sources claim that the girl was in fact the culprit's daughter, who had previously been removed from his care after a family court ruling. Ja, tehát, hogy egy bírósági ítéletet követően elvették az apjától a gyereket, és az apja elrabolta a gyereket, annak ellenére, hogy nem láthatta. Aha. Jaj, ne. Na most mi a faszom van megint? Jövök erre. Jövök erre, mert jön ez a szar. Na, Mónika. Te aztán ott kurvára hiányoztál. A jó Isten rakjon. Pocok. Hey, what is that? What day it is? Úristen. Na, anyádat! Ebbi baj lesz, monyász. Szereti a kukeszt. Ott egy cicás szoba, oda megyünk be. Vagy jövök, jövök. Ja? Ugye innen tudtunk volna eljönni. De is itt van esetleg valami. Itt? Semmi nincs, semmi loot. És ugye itt jöttünk erre. Hát jó van akkor. Zero loot. A diadalod óta... Ja, köszi. Jó volt nagyon. Jó volt az only app. Tetszett. Jó van, hát akkor feszemed bele. Oké, egész kinyílt most a pap mabba az meg. Mindenhol vannak ilyen kis jeles kutyás, patkányos, faszom szobák. Na, ez is. Például. There was a dog. Jaj, a kutyában ne! Anyádat már! Mi szivatsz? Veled? Jó van már. Kurva vagy. Hát Istennek tökéletesen emlékszem az útvonalra, csak nem tudom, melyikbe kéne bemenni oda alulra. Anyádat. Lehet, hogy ide? Megnézem ezt. Macskás szoba. Erre nem voltunk még, úgyhogy nem tudom, van-e valami. Az még lehet fönn van ám, skacok. Az a nagy büdös helyzet, hanem ez az. Jó van, persze!
Ez megölhette volna a patkányt. Dude. Fussál már, te faszopó! Úgy-úgy. Oké, ez jó volt. Hát egy olliap után ez igazából. Near the blueberry bush by the Emerald Creek. Hogy én vagyok az áfonya bokor? Hát ez jó hangzik. Ez nyitva van. Anyád! Be an example. Finish it! Itt a gyerek szobája, szóval legyél példamutató, fejezd be! A kurva életben is semmi. Mit kaptunk? Nem is mutatja, mit kapja. Jajjaj, mi baj lesz? Ó, de milyen szép, nagyon szép a játék amúgy. Mi van? Jaj, Mónika. Csinálod itt a fesztivált. Ja. Az én vagyok. Oh shit. Aha. Igen, azok sok mindent elárulnak. Ajjajjajjajjaj. Anya lesérült, apa ideges. De durvák ezek a rajzok. Azt a kurva. És most már csak az apa van, és egyre nagyobb az a piros káosz körülötte, ugye. Hash to the baby the night is stuck. Jesus. Stars fade above you, the room goes dark. Mama used to come to tuck you in. De anya szokott jönni betakarja. Ezt a apa megszarik a fal. És most sehol nincs. Mármint anya. Jó faszom! Hát azért itt lenne egy kérdésem. Bassza meg. Az volt a kedvenced, Gabesz? Ennek ott se vagy teljesen százas. Like a horsehair brush, but different. At that point I hesitated. Ez a gyerek hajából csinált ecsetet. Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Evaporálni, amúgy igen. Jó, hát ez még a többihez képest nem is durva, érted? Mert most a haját le lehet vágni. De már mondjuk azért, ugye belegondolás ügyileg elég beteg. Aztán, mennyi mindent megtaláltunk, oda nézzetek. Szépen alakul. A molekul itt is. És ugye mindenhez megvan a voice act, amit megtaláltunk. Nagyon jó. Gyűlöllek, most is elveszve, egyedül, reménytelenül. Mindig is egyedül voltam, és te is mindig így leszel. És a remény az egy végső tévedés. Oh my fucking god. Ah, és akkor kinyílt ez. What? Az olló. És a haj. Hát ez csodálatosan alakul, bazd meg. Csőprúver úr.
He simply wasn't enough. Easy to forget. Egyre undorítóbb ugye a ház. He comes to me at the bottom of the bottle. Szerintem mindig a pohár aljáról tér vissza. Egy ilyen szörnyes alakformájában. Mindig a valóságra iszunk. Hát ez már ilyen képzelgés. Mindig egyre élesebbek a képek. Megvágom magam az üveg szélével. Mi az, hogy Yuri szív the gift? Ja, itt voltál! Megkaptunk valami giftet, gyerekek. A Grabowski úrtól megkaptuk a Beton Brutál című gémet. De miért ez milyen, ez a Beton Brutál? Grabowski, te már megint mit akarsz velem játszatni, bazd meg? Ranking. Mi ez is ilyen ugrálós? Ó, hogy szívt ki. Köszönöm szépen. Tehát itt már a faszinak elborult az elméje, na majd rálesek arra a gémre. Köszönöm szépen, Grabó, nagyon szépen köszi. It's hopeless. Reménytelen, ezt már nem tudom tovább csinálni. A falakban vannak. Remélem, hogy csak a csótányokra gondol. Hoppá, kucs. Art is beauty, right? Ugye ez a kubikus művészet. Ugye a művészet az egy szépség, és hogy elismerték ezt a festőt néhány évvel ezelőtt. Ugye ezek a festékek, ezek a festők. Waste of paint, waste of talent, waste of time. Forgot what beauty is. Ja, tehát tehát ez egy ilyen csúfítás ezekre a kubikus festőkre, mert hogy nem tudják, hogy mi ez a szépség, vagy hogy szándékosan a szépség ellen festenek, tehát ilyen nyomorút vizéket, formákat ugye ebbe a kubikus stílusba. Hát ez remek. Várj, jövök ide. Ja, ide nem. A kurva anyádat. Nem tetszik ez nekem, hogy egyre nagyobb a jelenléte a Mónikának itt. Ez nem fun. A piece of cloth. Elnyomom a C-t. FPS nézetes. Jó, hogy Krabó, bazd meg, de hülye vagy te állat. Anyáda. Menjön a patkány. Ssss. Ó, bassza meg. Na jó van. Á, bő kuki lesz. Egy kis hirtelen kanyarok. Itt jön a kukker a szánkba mindjárt. Egyébként eszméletlen szépen néz ki, bazd meg ez a játék. Gyönyörű. Nagyon szép a grafikája. Lehetett volna pedig loot. Követjük a patkányra. Run! Kussolj! Na jó, aztán nem csukom be! Aztán nem csukom be! Még ne... Ne nézz hátra, Forrest! Csak fuss! Ah! Oh my god! Ja. Ez fenn van, ugye? Mi? Bööö. Mi a pöcsöm? Jaj! Ajaj! Segítség! Ne! Most mi van?
is not about watching. It's about feeling. With all senses, every part of your body. It's the only way to understand it. The only way to eliminate doubt. Baszme. Igen, nagyon szépen. Én ráraktam egy ilyen 75-ös lokkot, így faszom, mert hogyha unlimited-re rakom, akkor ez is szaggatott, mint a szar. Hú, basszus, ez a szem, ez most ütött. Na már megint a patkányra ez. Jó van, ezt hagyjuk. Fúj, undorító. Még az a voice sector is undorító, aki ezt fő mondja. Everything I do to stop thinking. To stop the questions. Is this really the house I know? De minden, amit teszek, azon abba kell hagynom a gondolkodást, a kérdéseimet. És ez tényleg az a ház, amit ismerek? Hol vagyok? Mi van az az ajtó mögött? Mi van mögöttem? Ezek a kérdések egyre rosszabbak. Ja nem, hogy a kérdések azok rosszabbak, mint amik valójában meg tudnának történni. Megőrült. Ja. Elkezdem. Each mistake is a pitfall. Minden hiba egy ilyen verem. A maki verem. Ott valaki volt. Ó, hallott Proven? Volt kettő beállítás, meg én 60-ra lokoltam az FPS-t, meg kettő beállítás, ami az egyik az a napsütést, meg a reflection-t vette visszább, mert nekem, tehát kiakasztott a GPU-t. Tehát úgyhogy nem tudtam volna streamelni konkrétan. Én is úgy medium high, és egy valamit levettem, és az úgy, az elvitt 30-40%-ot a GPU-ból, az az egy beállítás, nem tudom már melyik volt. De én úgy kezdtem azért, hogy ott egy 10 percig állítottam, mire jó lett. Truth is, paintings have been bland and overly conventional for many years now. Ah, hát azt igen, azt ott be kell állítani, azt mindenféleképpen, tehát azt, hogyha droppol, azt nem lehet játszani. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. És azért tette rá ezt a kutya izét szájzárat, mert hogy ugatott és nem tud dolgozni. Hát ez egy fasz szopó volt, bazd meg. They say a picture is worth a thousand words. Well, this is true of many works of art. Ugye azt mondják, hogy egy kép ezer szóval fölér, amíg ez igaz, az gyakorlatilag ezek a szavak. This artistic anomaly continues to inspire thousands. Néhány esetben ezek a szavak viszont nem túl szépek, és hogy ez a baby art, ugye ez például egy ilyen fajta festés. Ugye ezt már, ilyet olvastunk már, a baby art, hogy erről mi a vélemény egy nagy közönségnek. Találunk egy kulcsot. Jaj, ne. You left me alone. Egyedül hagytál. Mi a kínos? Nem lehet a tiéd. Mi? Nekem nem is kell semmi. You can't have it. Jaj, ez valami loop lesz megint. Kéne fordulni. Nem, mert változik, akkor megyünk körbe. Megtekerjük. Aha. Oké. Okay. Ó, bazd meg. Jó, itt egy ajtó. It's closed. You can't have it. It's closed. It's closed. It's closed. Jaj, ne. Anyád, picsáját! Balra. Hú, van már! Jézus, atya! They don't see tasteless malcontents. Azt a kurva az. Is that her?
most... Persze, de várj, ez a mutti, ez itt sírdogál. Nem is lehet, be is szarta, meg kicsi gyerekek. A kurva anyját. Ú, bazd meg. Ja, Istenem. Jédes jó Istenem. Szopna le. Gyere, te rongyrázó! De mi a kurva adja ez? Hogy? Várjatok, itt nem ezt kell csinálni. Szerintem itt nem ezt kell csinálni, mert... Igen, komolyan begyorsult a mammer, bazd meg itt. Megyek hátra a székbe, bazd meg. Itt futnunk kéne. Mert itt maradok. Itt is el fog tűnni. Teri. A bait volt! És a baj az az, hogy mi volt odaírva, skacok? Azt valaki el tudta olvasni? Mert én éppen összeszorult segjukkal meg voltam lepődve. Hát itt csak visszafele kell futni. Mi volt odaírva, hogy rábasztál? Istenem, dúl. Szia, Robi! Itt kinyílt ez az ajtó, én szerintem. Oké, minden jó. Ennyi volt. Mély lélegzet, emlékezz, profi vagy, és csak a néhány lépés, és utána túl leszel ezen az egészen. Mi lehet ebben olyan nehéz? Na bazd meg. Mi a faszom? Gyújtsd csak vissza. Ne. Kapcsolja ki. Mi a kínos? Kapcsold már be, bazd meg! Segítség! Kapcsold be a fényt! Te vaddisznó! Úristen! Mi történt? Meghaltunk, az történt. Vagy? Ja nem, nem, jó, minden fasza. Kompliment van, haló. Most rögzíted a hangol álmondás össze. Nem, csak így ezt megbeszéltük az elején kompliment van itt a skacokkal, hogy mondták, hogy így fordítsam nekik. Hát most ahogy így tudom, most az nyilván nem professional, de amit tudok, azt így próbálok fordítani. Azért néha nehéz, mert most így közbe bazd meg, izé közbe. Azt úgy nem tudom én se, de amit lehet, azt úgy próbálok. Na végre egyszer tudom menni főfele. Ez az. Hú. Baszki. Tudom, hogy valakit ez kifejezetten ideges. Oda...
ahogy a mennyben. Jó, ez csak szívóc, jó van. Holy up. Jesus fucking hell. Na nézz oda. Répáztató. Hát ez nem biztos, hogy egy jó gondolat volt. Gyakorlatilag itt... Várjál! Jaj ne, ezek csúzok, bazd meg, hogy mit választunk, és az elsőt nem is láttam. Zenét. És itt mik vannak? Itt a házat. Basszus, az elsőt szerintem elrontottam. Ugye egy jó meg egy gonosz között. Ah, és itt a rosszat választottam, az összetört festményt. Bassza meg, és mi az másik meg a zene lehetett? Jaj, de hülye vagyok. Nem néztem. Upi. Hát jó. Nem mindegy, ott akkor. And so our agreement, although fruitful, must come to an end. Úristen. Na és akkor így az egyességünk, ha bár gyümölcsöző volt, most muszáj, hogy véget érjen. Keresnünk kell valakit, aki megérti a modern művészeteket egy kicsit tőled jobban. Valaki, aki ebbe egy bele tud állni. És ön, uram, nos, úgy tűnik, hogy nem ön az az ember. A reakciói az interjú során és a leveleiből, és az olvasók leveleire egyáltalán nem bátorít minket további együttműködésre. További szép napot, Feri. Nekem menjek pisi. Hate it. Everyone hates it. I have to make it perfect. Hát igen, mert ugye a visszajelzés, tehát most igazából lehet, hogy csak annyi, hogy ő egy olyan stílust képviselt. Mi van? A festészetbe, ami nem tetszett a nagyközönségnek, és abba őrült bele, vagy azért nem tetszett a nagyközönségnek a festészete, mert megőrült. Tehát ugye nem mindegy. Na bazd, kezdődik itt is, itt van ez a pocok. Oh my god. Na, oda nézzi. Fényes lakcipő. És már is jól vagyunk. Oh, that's a good question, Peter. In fact, that is a very common misconception. Ez egy jó kérdés, valójában ez egy nagyon átlagos félreértelmezés. Néhányan azt hiszik, hogy csak egyszerűen ráfestesz a vászlóra, hogy ez így működik, de tévednek, és azt hiszem, hogy minden egyes apró részletnek már a fejedben kell lennie, mielőtt az első ecsetvonást meghúzod. És ez a folyamat, ez magában a következő lépésekből áll. Jó, mondjuk, személyesen én mindig is egy rituálira tekintettem erre, az egész festészetre. Ugye, és akkor visszakérdezve a rituálira, nem feltétlenül, annak ellenére, ez hordoz magában néhány rizikót is. Az érdekében, hogy ezt így megcsináljuk, a művésznek első körben saját magát kell így leépítenie, ugye természetesen csak teoretikusan beszélve, hogyha ez sikerül a művésznek, akkor amit a legtöbb ember egy egyszerű eszköznek tekint, az az ő felemelkedésének az első ilyen fontos lépcsője lesz. Holy artifaktok. Ugye nem mennék-e addig, ugye a művészet az gyakran gyönyörű, de a mögötte lévő folyamat az meg kifejezetten ritkán gyönyörű. Tehát magyarul minden művész, nem mondom ki. De egyébként ebben van valóság alap, mert az ilyen művészek, az ilyen alkotók, azok tényleg ilyen eszméletlenül bele kell magukat így élniük a dolgokba. Azt mondja, el kell kezdenem újra gyakorolni, nem érdekel, hogy ki mit gondol erről, én nem vagyok önmagam a zene nélkül, ugye ez meg a feleség, és most elmegyek pisilni. Ez már nem volt odaírva, ugye jövök.
Alkohol. Na, itt vagyok. Nyomjuk. Na most hol vagyok? Várjál. Ja, innen jöttünk. Elveszettem a ritmust. Mentés volt. Anya, don't look back. De. És megmondta pedig, megmondta, de azt hittem szopat. Kurva anyját. De milyen gyors lett a mammer. De miért lett ilyen gyors? Mit bevette egy Red Bull-t, bazd meg. Nézek. Már most. Na most gyere, bazd meg. Figyeld, ezt figyeld. Ezt figyeld. Ez az. Ja, jó van, csak be kellett kapcsolni a gyutacsokat. Húha. Hogy rög a rivaddal van. Az élvezi ezt, tudom én. Floor creepers. Jaj, ezt végig se akarom hallgatni, mert ettől álmodok rosszat. Ettől hangtó. Chop, chop. Ajaj. Ezt gondolom, hogy az egyik ilyen quest item lesz. Biztos jó ötlet ez? Valaki ott visítette, amúgy csak szólok. A torturing device. Johnny élvezi. Hát azt gondoltam, bazd meg. Finish it or die trying. Finish it if it kills you. Don't let the doubt get you. Ne engedd, hogy a kétségek megzavarjanak, ugye be kell fejeznünk. Hisztérikusak vagyunk. Oh. Na, de ez volt a puzzle of the day. És most? Ez... kezdődik. Mónika, bazd meg, te normális vagy. Anyád, faszát! Látok! Gyere, ribanc! Topog mögöttem, bassz meg a kurvája! Ha kell még egy! Azaz, fújjál szét a falon! Kezdődik.
De nem fér már be semmilyen szem, nem úgy zab. Itt vagyunk a könyvtárba, ez az. Jesus. Go to fire. A művészet nem a megfigyelésből áll, hanem az érzésekből és az érzékeidről, a tested minden egyes részével. Ez az egyetlen módja, hogy megértsd, az egyetlen út, hogy elűzd a kétségeket. Két visítás közt milyen... Én ilyenkor nem is emlékszem, hogy miről beszélek, tehát fogalmam nincs. Csörög a telefon. 363. Ez gondolom a pszichiátria száma lesz. Jó. Ezt kéne fölhívni. 363. 3. 60. 3. Ezt jól csináltuk? Nem. Ja, mert pöcsikbe kell húzni. Úgy. Mi van? Hello? Salut? Hát hallom, hogy csörög, bazd meg. Ja? Uh-huh. Most itt mibe? Ja? Hát jó van. Halló? Csókolom. Sok minden megmagyaráz. Mindenek ellenére... Nem lehet ugrani a gamebe, ugye? Ez a nagy probléma. Ó! Hm. Oh! Ja, hogy föl kellett nézni és eltűnt a telefon. Jó, egyszerű. Hó van, persze, nyissad ki! Jézus faszom! Oké, följöttünk egy emeletet. Remek. A koppány rakja bele. Jó van, amíg nincs itt a Mónika, addig nincs probléma. Tehát addig minden remek. Na bassz meg, nem. Itt a telefon. Remélem, hogy még mindig azt kell hívni. Mert ha nem, akkor bajba leszünk. Akkor 9-11-et fogom tárcsázni. Hm? Kiderömből. Most itt kéne megint látnom valami... fucking számot? Itt le nem megyek már. Én felhívom a 911-et. Hát, ha easter egg. Máshol nem látok, szóval ugye de durván meg van csinálva ez az izé, ahogy itt szédülünk. Holy Jesus. Pedig ott van. Dial 911 achievement! Ha! It was worth a try achievement! Megbaszod!
Lehet, hogy csak az egér nem vette be. Nem jó. Nem jó. Mondtam én! Pog! De dude, most mi a faszom van? Szia, Mono! Hát, na ez az achievement, ez nagyon jó volt. Ez tetszett. Á! Ott van. 858. Hú, bazd meg. Mi újság, Mono? Hogy vagy? Azta. Ez kemény út. Nyolc. 50. Nyolc. He? Akkor 853? Szabadsz meg. Édes makkos. És hol a teteje? Világítok. Világ. Only up. Only up. Ezt is mondhatjuk kreatívnak amúgy. Holy fuck. Itt is itt egy telefon. Hi. Oké, a Rákóczi, az öreg asszony, meg a nyakas. Gondolom itt kéne valamit néznünk. Ilyen képek vannak itt, bazd meg. Megint nem látok semmi számot itt. De hát már az a baj, már úgy szédülök, hogy az Only Up-nál nem szédültem így. Haló? Meg ott van egy gyertya, ami három darabos. Édes faszom. Minden oké? És na, jó van, király, király. Az fontos. Nem látok be ez meg semmit. Olyan, mintha az a baba nézne ott valamit. Lehet, hogy itt nem is ez a izé, hanem itt bent kéne találnunk megoldást. Itt. Ja, várják. Kettő, lehet, hogy kettő. Bár ez nem ilyen játék, hagyjuk már. Na, és akkor lehet, hogy most proccoltunk be valamit? Oké, okay, tehát a kódunk, hol van a paritjás? 3, 5, 4. Remek. Pedig megmondtam, hogy ez lesz. Csak meg kellett volna nyomni a telefon. Na mi van már? Jajjaj. Uh-huh. Megváltozott a menetirány. Tudunk jönni főfele. Basszus. Balra megyek. Nem lát kérdés. Ugyanígy értünk volna ki mindig. Bazd meg. Mm.
Na menj anyádba! Ja, értem, világos. És most? Oh, baj lesz. Segítség! Hoppá! Kicsit ripperúni szaga volt ennek itt. Na jó van, viszont leérkeztünk, tényszerűen. Megérdemled az egészet. I needed something to add the, how should I put it? Kellett valamivel az, amivel az utolsó pár simítást meg tudom csinálni, és ez egy új volt. Levágtam. Könnyebb volt, mint levágni egy lábat. Jézus. Hát jó. Akkor azért volt ez a kis bard. Jó van. Na, ja, back again. Na, oda nézz, itt is itt van minden cucc már. Na, bemegyünk a szobába. My little bird love. Á, és itt is. Ja, és ja, értem, ezek meg a ház falain a képek. Aha, azt is, amiket találunk. Hopp, ez be van zárva, bakker. Ez megint lecsuk? Várjál. Mi az? Hm? Ez szokásos. Anyád! Megint bemegyünk mindenhova. Ja. Sehova nem tudunk be. Ugye itt is gyűlnek a kis készleteink. Budi. Hoppá, itt van valami, bassz meg. Lehúzom. Csövi. József batya, csövi, hello, szia. Vile, heartless man. Locked in a bland, boring prison. Ujjjj. Lehúzom. Oké, ezek ugye itt ilyen mini izék így a chapterök között, amiket így meg lehet csinálni mindig egy-egy szobába. De itt most nem tudom, hogy itt most mi történik. Megkapcsolom a villanyt. Nem bírom. Már csak hozzá. Manifestálódj. Parancsolom, hogy mutasd meg a csöcsöd. Akkor cső. Oké. Okay. Á, ez meg. Húha. Itt igen, komolyan megváltozott a menetirány, gyerekek. Fúj! Itt papír. Finish it. Oké, ez még steal away, mert azt mondja, hogy még mindig van kiút. Fejezd be a festményt. Sinte. Ó! Milyen kis szépen alakul, gyerekek. Mertek egy pillanatot? Oké, még rámegyünk erre, mert most már csak akkor egy van. Rámegyünk az útsóra, annyi időm még szerintem lesz. Aztán meglátjuk. In the end, what he needed was a sharp focus. He had to finish it. Már a csaj is azt mondja, hogy be kellett fejeznie a csávónak. In any case, as your lawyer, bármely esetben, mint ügyvéded, azt javaslom, hogy minden további ezértől maradj távol. We still have a chance of winning this. Ne legyél hülye, még mindig van esélyünk megnyerni az ügyet, akár szed, akár nem. Kihoztam már embereket nagyobb szarból is, mint a tiéd, te ügyed. Csak ne tedd rosszabbá. Ugye maradjál az én, tehát hogy ez a légy lóg. Tehát ha ne csinálj semmi fasságot, és engedd, hogy a bíróság rendezze az ügyet.
Ez a morning. Not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. Figyelembe véve, hogy mindentől keresztül az elmúlt időszakban 50-50% esélyes a végkimenetele az ügynek. No public appearances whatsoever. Ja, csak hogy nem szabad, hogy többet így kitörjön, meg hogy romboljon, és ami még fontosabb, hogy ne jelenjen meg nyilvános helyen. Hát ez mondjuk kemény. All fucking right. Babaz. Sweet home. Ez dédik. Dear utterly despised traitor. Invitáció. Kedves áruló, gyere! Azt mondja, ellen fordultál szükség idején, de majd ezt erről beszélgetünk később. Na most megvan a nyereményed, figyeld a demise, ez a szenvedés. Ezt már nem tudom, tehát hogy ezt így valami izének írta. Tehát ez már ilyen fogykos levél volt. Atya úr is. Auditorium is... Nem csak vizet zavar, jöve. Delirious. Megnézzük, hogy itt mi van. Hogyha tovább vezet, akkor... akkor először megnézzük azt. Hát a zsákutca. Bazd meg, mentett egyet. Our most precious soul. Az meg. A picsába. Hát ugye sajnos ez szopás, amikor ez történik. Hát itt próbáltam azt az irányt meghatározni, ami nem az útvonal. Don't forget. Június 9, ne feledd. Ja. Bazd meg. Nothing will stop me from finishing it. De mindenféleképpen befejezem. Csak még egy kicsi és kész. Fejezd be. Fejezd be. Az. Bajos. Találd meg magadban és fejezd be. Fejezd be. Úristen, de beteg, bazd meg. Fejezd be, nincs más út. Van még cetli, bazd meg. Fejezd be! Hát én is ezt mondom. Na, mivel is fogyott ennyi? Anyádat. Ilyen kis keszkenő darab. Ajjaj. Hát gyerekek, itt azért megváltozott a leányzó fekvése, nem? Ja, ez nyitotta ki az ajtót? Ez csodálatos. Milyen undorító le? Figyelnek téged. Right. Just one more can. Be ready. Look at you. Ú, bezzem, ezt végig kellett volna hallgatni. Azt hittem vége van, basszom. Kamba. Hú, bassz. You mind explaining this to me? Mert érzem azt, hogy Abby baj lesz. Jaj, ne. Mónika. Jaj, de kirázott a hideg, dude. Szerintem beleköltöztem az ürességébe. Belefészkeltem magam az ürességébe. Balra megyek, nem jobbra. Mi jön a mammer? Megbaszod! Te kurva vagy! Lemerült az elem!
bocsánat. Úristen! Oké, minden jó. Cső, Leandor. Hello, Skom, csövi. Üdv neked is. Elus? Már fölösleges. Ide már minek? Hát így beszartam, mennyi szó. Ezt már nem menti meg a pelenka. Menjünk erre először. Az a baj, mind a kettő ilyen, igen, nagy. Erre megyek, bazd meg, de úgyse nem tudok egyszerre mindenfele elmenni, sajnos az a baj. Összeszarom magam, akkor se. Bár ez gyakorlatilag ugyanoda hoz ki. Wait, what? Ez egy loop volt. Most jöttünk el ide, jó. Na, ne szórakozzál velem. Ajja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 jj
igen. Jaj. You have to see it. Látnod kell. Addig nem lesz kész, amíg nem látod. De vodka segít. Ez mindig segít. Egyre... is to reach into chaos, and chaos is darkness. Ugye a kreálváshoz káoszra van szüksége, az pedig a sötétséggel egyenlő. Nem megértette a végén. Te meg fogod érteni? Milyen zenét válaszunk a kiállításhoz? Waltzot, egy meneddalt, requiemet. A Mária siratós zenét. My art in the workshop. The world is my canvas. A világ, ugye a világ a vászunk, nem a dolgozó szobánk, és hogy ezért soha nem végzünk. Mi történik? Füstölt ki, basz. Jó, jövök. Ó, ez megint egy ilyen izé. Hát én úgy csinálom, hogy így fordítom, megbeszéltük a skacokkal az elején. Aztán amit így tudok, azt így fordítom így egyből a olvasáskor. Szóval látom, hogy hogyan nézett rám. Hogy biztos, hogy be tudod fejezni ezt a munkát, kérdezte néha egyszerűen csak. De lehet, nem lehet, hogy a nőnek a... Úr, a nőbe költözött bele a démon. Mi a fasz? Na menjünk. Hoppá. Oh shit. Oh dude. Itt esetleg nincs loot. Csókolom. Jaj, ne jön a kurva! Mennyi majd gyorsabban, passz meg, passzom! Kussolj! Készen állok arra, hogy elengedjem? Persze, úgy tudjuk, hogy mi baj lehet. Baby fotó. Már megint ott a kód. Ez megint a 363-as. Mindig érdekes. Ja. Ó, ez metafora volt a gyerek elengedésére. Fuck, dude. Lehet, hogy ezt is lehetett volna csúzolni. Miért nem válaszolsz nekem? Kell valami, bármi. Néhány régi jegyzet is megtenni. Mert tudom, hogy halott vagy, de mindenképpen tudjuk, hogy te még nem vagy, tehát hogy még nem tűntél el. Nélküled nem tudom befejezni. Úristen. Ez meg az óra.
The mouse. A telefonoson túl vagyunk. The clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory, dickory, dock. Jézusom. Hickory, dickory. Help me. Megéri a szenvedést? Jaj. Ja, hogy ő így látja a világot. Tudom, Tony ezt. I'm useless. Így haszontalannak érzem magam. Mivé váltam? My own body is a cave. Ketrec a saját testem. A weak child is to be eaten. A gyenge gyermeket megeszik, nem elfogyasztják. Te művésznek nevezed magad? Hiszek benned. Ez meg a feleségünk, ugye? Olyan, mintha... Kérlek, szükségem van rád, de most ez jó, hogy tolom, nem? Szia, Neon! Együtt ezen túl fogunk lenni, megbízok benned. Yes, things are better now. Igen, most már jobb valamik a dolgok. Talán sikerülni fog, tényleg azt hiszem. Na jó van, ez jó hangzik. Edmi. You know, even though you are my rival, tudod, ha bár a riválisom vagy, és te vagy minden bánatomnak a forrása, de mégis érzem, hogy beszélvetek veled, te vagy az egyetlen, aki hallgat rám, nem tudom, hogy vicces-e, vagy hogy szánalmas-e, valószínűleg mind a kettő. Jajjaj. Tehát most... Oh. Oké. Okay. Oh, baby, baby, it's a bright world. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me. Ezt már megtaláltuk. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Ugye itt volt valami másik csaj a képbe. Ezért beszéljünk, nem gondolod? Don't you think? I mean, I've seen you in my house. Ugyetem, láttalak a házamban már sokszor. And yet I could never find the courage. De ezt is olvastuk a bátorságot, hogy közvetlen szemben nézzek veled. Not until now. Mostanáig. My love. Hú, bazd meg. I wish I could do what all mothers do and tell you that monsters aren't real. Azt mondja, bárcsak azt mondhatnám, mint minden anya, hogy a szörnyek nem léteznek, de ez nem volna igaz. Az élet valóban csodálatos dolgokat is tud csinálni, de ki is tudja csavarni őket ilyen nyomorult dolgokká. Önző, gonosz, groteszk, szörnyű dolgokká. Fáj kimondani, hogy az apád is egy ilyen szörnyé változott, és azt hiszem, hogy az a betegség, ami megfertőzte az elméjét, az engem is magával rántott. Megbetegít annak a gondolata, hogy mit kellett neked keresztül menni, ugye gyereknek írja ezt most. Szóval nincs kifogás, nem csak azt kérem, hogy... csak azt kérem tőled... hogy bocsáss meg nekünk, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy így fog lenni. Elítélem, amivel apád vált, de szeretem, és szánom is őt egyszerre. Remélem, hogy megtalálod a szívedben ezt az érzést felé te is, és felém is. És azt kívánom, hogy lássalak egy ilyen erős, gyönyörű nővé föl kivirágozni. Bárcsak ott lettem volna neked, nem tudtam. Ez az egyetlen megoldás. Goodbye, és valószínű öngyilkos lett a Mütti. Hát ez gond. Na, még egy canvas. Hát ez elég undorító. Jaj, na ezt nem. Ezt nem. Hey there, princess. Hello. What? Oh. Hogy mi ez? Ez apának az orvossága. Tehát óta be a burbont, bazd meg. A kurva életbe.
Na megvan ez az összes darabka. November. Azt hiszem boldognak kéne legyek. Miért nem vagyok boldog? Van egy gyönyörű lányom. Azt hiszem. Nem tudom. Miért nem tudok ránézni, anélkül, hogy szarul érezném magam? Volt egy szerető férjem, csodálatos érzéki, és most minden, amit látok ebben a furcsa emberben, hogy csak a festményével foglalkozik. Mint hogyha számítanának valamit. Teljesen értelmetlen az egész. A zene régen segített, de már nem. Hát igen. Lehet megsüketült, bazd meg itt a kornikáló vonzítő harmonika szót, amit nyomtál neki. Uh-oh. Na, wait a minute. Ez a ház. A büdös kurva. Jaj, ne, jön a Mónika! Jön a Mónika! Már lemerül az lemerül! Gyere, bazd meg! Gyere! Gyere! Aha. Beszélünk el, de. Rejövünk. This is the konyha. Ez itt nincs semmi, bazd meg. Ja, na fasz nem. Meghaltunk. Jók vagyunk. Ja, le kell dürömbőni itt a csumpikat. Gyere, pacak. Vagy meg. Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Nem tudok, hogy csinálni semmit sajnos. Jó, itt van ez a szoba, és itt is begyújtjuk ezt a szart. Szia, Müller Zoltán, hello, hello. Két szoba megvan. Tökerek ez szép. Sírdogál. Kurva. What is taking so long? Open this fucking door. Jaj. Open up. Hell is. Oh god. No. No, no. Megölte magát. Itt ez az, hogy megölte magát a felesége, ugye? Végre kitaláltam. És minden neked köszönhető. Megmutattad nekem, hogy van egy másik út is. Most a mosolyod bebizonyítja, aminek teljesen egyértelműnek kellett volna lenni. Nem beszélünk többet. Várj, itt valamit kéne csinálnom. Tudom gyorsítani talán. Egy valamit lehet. Nem tudom, hogy tudom-e irányítani.
mindenféleképpen még visszamegyünk. Valami van. Köszi, Neon, köszi! Veled a szimplán csak itt menni kell többször? Mert most itt más. Úgy tűnik, hogy én nem tudom irányítani ezt, mármint az irányba. Aha. It's fucking deep. Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. Ugye kellettek közönség. Egy kritikus. Tudom, hogy mit kellett tennem. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster. At least there was to come something beautiful from all this filth. Kivágta a szemét. Az öngyilkos feleségének kivágta a szemét, hogy kellett neki a festményhez egy ember, aki látja. Hoppá. Ó, wait a minute, itt valami most van. Ó! Alright. Ó, mennyi pick-up. Igen, itt az érdekes kérdés az az, hogy itt hogy volt eredetileg? Ugye? Itt van valami, nincs. Jó. Na hát akkor itt most körbe megyünk. Tehát akkor most nálam van. Elviszem ezt a Jézust. Na de viszont várj, de be tudok most jönni, de... De itt még megint van mit tenni. Disgusting. Oh shit. Be van zárva. Be van zárva. Húha. De be van zárva, ez nem fasza. Lehet, hogy ott csak lenn lehet akkor az a három mászt eljátszani? Ez is be van zárva. Bár olyan, mint hogyha itt lenne leszedve. Csak ide nem lehet visszarakni semmit. Jó, ide már nem tudom visszarakni. Ó. Vagy lehet, hogy itt egyet kéne nekem elvinni? Nem, nem, ezt most nem vágom, hogy itt ezekkel mi a feladat. Ha, az ilyen izé megmentős kép talán, vagy inkább gyászkép. Elvisszük ezt. Nagyon jó, gyerekek, hát lássuk, hogy mit. Ezekben nincs semmi. Oké. Hát ez most nem sikerült? Mi a fasz van? Most ez lett a... Ja. Szerintem, hogy... Fáj. Ne, megbaszod. Nem mehetek be oda? Kösz. És mi van? Nincs izém se. Haló? Nincs lámpám se. Ja? Oké. Okay. Olyan csendesen mentél a titokban, amikor már észrevettem a túl késő volt, és úgy utal az öngyilkossági részre. Nyisd fel a szemed. Már ilyen összefoglalónak tűnik.
Látsz engem? És nem tudok bemenni a fény felé. Oh my god. Mi van? Puha. I tried to do my best. A legjobbat próbáltam, tényleg megpróbáltam, tényleg. Fix it. A gyerekről az infó valószínű. Nem tudom bemenni, de az meg. Én megpróbáltam, hogy ott legyek mind a kettőtöknek. Hogyan tudtam volna anélkül ezt kivitelezni, hogy valamivel lenyugtassam az idegeimet? Hát ez elég szomorú, bazd meg. Ez tényleg az a gyenge jellem. Csomás. Húha, megyünk le egyre a legsötétebb bugyrokba, bazd meg. Hova mész? Ez egy jó kérdés. Csak azok ebben vannak endingek? Vagy ez fix lineár? Mert voltak benne választható lehetőségeink egy csomószor. Bemehetek? Ez a pince. I remember the feeling of seeing it all falling apart. Emlékszem az érzés, amikor látom, hogy minden szétesik. A reménytelenség és az elvesztés érzése. Szerezd vissza. Harcolj. De ez most a feleségünk hangja volt, nem a szopornicás izű démonnői. Három ending van. It doesn't matter. Már nem számít. Ajjaj. De boldogok voltunk egy ideig. Nem tartott sokáig, de megvolt. Egy rövid, édes, együtt töltött időt. Lehet, meg tudtam volna tenni. Lehettem volna boldog. Az meg volt. Nem emlékezhetsz. Ne! Bazd meg! Valószínű, hogy az, hogy segítünk a csajon közben, meg hogy... Mert ott egyet elbasztam meg ugye magunkon. Olyan volt, mint egy átok, ugye ilyen elemi, gonosz vak. A baleset óta. És hogy ugye, amit nem tudunk irányítani, azok az erők által felemésztve. Meg ilyen narrációs hang már csak végig. Na bazd meg, uram. Hát igen, ez devoured. Ja, hát gondolom, hogy itt mi lesz nyitva. De mondjuk ez. Ja. Minden ajtót bezárnak előttünk a mocskos szemétládák. What will you say about it? Mit fogsz mondani róla? Hogyan fog véget érni a történeted? Hát... És erre mit mondjak? He used to hate you. Gyűlöltelek. I think, és még even now, azt hiszem, I still might. Hogy még most, I know még mindig how you must talán, feel. Lost, tudom, alone. Hogy hogy érzek irántad, elveszve, hopeless. Egyedül, reménytelenül. Talán you meg is érdemled, de egyetlen egy dolgot, amit truly desire, valójában akartál, you will never finish it. Azt soha nem fogod befejezni. A kurványádat. És most ezt miért mondod nekem, pacok? Finish the magnum opus.
Ott a nénye, bazd meg! Yes! That's it! Okay. It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. Aha. Aha, és alakul vissza, bazd meg. What is this? I don't understand. Jaj. No. Stop it. Jaj, de undorító. Please! I was so close. This time. I almost had it. És itt van olyan ending, hogy itt ez sikerül a fénykép, hogyha minden döntésünk olyan? De gondolom, hogy perfektnek kell lennie hozzá. Lol, és mindig ugyanolyan lesz, és nem tűnik föl neki. Azt a kurva. Jó, hogy ez volt ez a szoba. De most... Ja, lol, ezt csak mi látjuk így, mert valójában meg jól sikerülnek a képek. Vagyis hát úgy zózó. Például a telefon. Érdekes. Szóval akkor itt tehát csak a, ugye a képzelete játéka, de tényleg tök durva, mindegyik más, ott gülő a szeme, egy csúnya, de vannak közte igen jól sikerült darabok is, és amit most rádobtunk, az meg kifejezetten jó sikerült. Hát hogyha ez az. Na nézzük a gyerekszobában mi van. Hát ugye egy alapvetően itt minden jó, tehát hogy itt... Valószínűleg az van, hogy ez az egész ez az agyunkban van, tehát hogy nincs itt semmi baj, csak le van lakva a lakás, teljesen szét van baszva. Igen. Ez kinyílt. A nagy lófaszt. Been working on. Kemény. Hát ez egy szomorú história, gyerekek. Az a helyzet. Ú, de most Grabót én szerintem azt kérdeztem, vagy nem tudom, hogy mit írt. De ott lehet, hogy az van, hogy én azt kérdeztem, hogy el lehet-e írni azt az endinget, hogy jó legyen a festmény. Itt a végén, hogy azt higgye, hogy jó a festmény. Jó van, jó sok mindent összeszedtünk. És most kezdődik előről a loop. A kurva anyját. De és akkor így van vége az első résznek. Oké, szuper. Na gyerekek, akkor ez megint egy tökéletes, ezért megint itt vagyunk a szobában. Ja, nem arra? Jó. Megint itt vagyunk a szobában, és akkor innen fogjuk folytatni. Hát kíváncsi vagyok, hogy kötik össze a dolgokat. Nagyon kíváncsi vagyok. És kacok, jó menet volt. Ez jó menet volt, az a helyzet. Chapters. Josie, you didn't make in your main place. Ja, hogy itt külön meg lehet nézni a izéket. Ja, itt vannak a, hogy hívjákok? A endingek. Family. Loop. És árt. Hát ezt gondolom ez a legszarabb a loop. Jó, mert értem, hogy van, tehát ez a családválasztás, hogy mindig a családot választjuk, ez meg az, hogy mindig az magát a művészetet a család előtt, és ugye én meg ott egy csomósz, hogy ott az én is például elbasztuk, hogy a véletlen az első nem vettem észre, és ott nem jött ki az, hogy az egyik irányba megyünk csak. És ezt gondolom ez a közepe, hogy se ez, se az. Aha, na itt vannak az endingek, itt lehet akkor megnézni. Daughter Story. Inheritance, forgiveness, resentment, true. Ó! Elfogadás, magány. Actor story.
Na várj, itt még azért van bőven egy csomó minden. A kurva életbe. Ez kemény. Jó van gyerekek, hát ez not bad. Na, skacok, innen folyt köv. Kemények voltunk ma, mint a bakaszar. Úristen. Skacok. Jó volt. Na, gyerekek, remélem, hogy tetszett nektek. Rendben volt. Only up. Arra vagyok a legbüszkébb ma. Ez meg már csak egy kis levezetés volt. Ezt, te mindenit. Na gyerekek, akkor itt majd meglátjuk, hogy hogyan jövünk majd újra. Ezt mindenféleképpen fogjuk folytatni, a Layers of Fear-t. És hát lassan meg belefutunk a Wulong végigjátszásba is, jó? Mert most az is itt van már gépemen, arra vár, hogy elindítsuk. Szóval, ja meg a Beton Brutális, igen, majd azt is megnézem, Grabowski úr. Skatok, nagyon szépen köszi a figyelmeteket, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, jó pihenést, ne álmodjatok a nénive, a gameből, jó? Hanem inkább, hogy főmentünk a Zonliába, arra gondoljatok csak. Na mindenkinek jó pihenést, köszönök minden, skacok, jók legyetek, szép estét, szevasztok, peace.